Szóval egy nagyon szép, hát gyakorlatilag gyászfeldolgozás történetét láthattuk. Ugye azt is láttuk, hogy a filmbeli édesanyád is máshogy dolgozza fel a gyászt, illetve a te karaktered is máshogy dolgozta fel a gyászt. Ugye én azt vettem észre, hogy a film javarészében te még a tagadás fázisában voltál, és akkor egyszer csak megtörtél. Hogyan kaptad meg ezt a szerepet, és hogyan készültél fel a szerepet? I'm Cecilia Choi. In the film, I'm playing the role is Rainbow. So I speak in Cantonese and translate it. 喺呢個戲入邊，我覺得最難演繹嘅係當一個人去面對好突然而來嘅悲傷，即係嗰個父親過身嘅時候。我覺得嗰個感受，大家一定會認為係一定係好哭啊，或者係覺得好傷感啊，見到人親人過身。但我覺得人嘅感受係好複雜嘅，係一個好有趣嘅，因為人係好多唔同嘅面向。我覺得會唔會太長？使唔使一句一句 ？OK， 好咁，所以我覺得人好特別嘅就係、是有時候悲傷嘅感覺係可能。過了一段時間，你沉澱了之後，你才會發現原來自己有這些感受咯。嗯。這個感受可以幫他的角度是不是？是。Jó, hát ugye ez a szerep egy eléggé nehéz szerep, még úgymond Ceciliának is, és azt gondolta az elén, hogy ez nem csak, tehát hogy először azt gondolta, hogy ez ugye a szomorúságról szól, a gyászról, de hogy minél jobban megismerte a karaktert, annál jobban észrevette, hogy ennél sokkal bonyolultabb érzések zajlanak le, mint benne, mint ember és mint szereplő, és hogy nagyon érdekes volt ezeket így felfedezni és eljátszani. Because 我自己有親身嘅感受，我細個嘅時候，爸爸就已經 passed away。咁其實嗰段時間我係完全冇喊過，一滴眼淚都冇喊過。然後係當過咗幾個月之後，我發咗個夢，我夢到我爸爸係一個好平常嘅一個日常嘅一個屋企嘅情景，我就喊醒咗。所以我覺得面對情感啊，面對悲傷，其實係會有啲好意想不到嘅，因為人嘅情感係意想不到。Unexpected. Aha, okay. Ez azért érdekes, mert az ő gyerekkorában ő is elvesztette az édesapukáján, és ő akkor ezt nem tudta, hogy feldolgozni, és egyáltalán nem sírt, nem váltott ki belőle nagyobb érzéseket, viszont amikor ezt a szerepet játszotta, akkor érezhette át az ő saját tapasztalatait is, úgy teljesebben, igen. Yes.
Tehát akkor egy személyes tapasztalás is van mögötte, hogy ő saját kvázi magángyászát is segítette ez a forgatás, hogyha jól értem. Igen, tehát hogy nagyon sokat segített a saját tapasztalatait, ezt a szerepet úgymond megalakítani és jobban megérteni, úgyhogy nagyon sok élmény meg az agadat, nem csak így filmileg, hanem személyesen is. Ugye a filmben neoncsöveket készítetek, ugye te is beszállsz végül is a folyamatban a filmnek a végén, és akkor láttuk itt a krediteknél, ugye, hogy volt külön egy mesteretek nektek is, ugye színészeknek, aki megmutogatta ezeket, hogy hogyan készülnek ezek a neoncsövek, akkor ezek szerint te is részt vettél ezeken a kurzusokon?因为我个角色佢唔完全系要接触太多嗰个灯嘅，但系都有去见过嗰个工厂，即系嗰个工厂同埋去认识嗰啲师傅，但系我冇亲身去学，因为我唔需要真系用到咁多。 Ugye az ő karakterének nem feltétlenül kellett olyan sok mindent értenie a világítások készítéséhez, de ő is elment úgymond a manufaktúrába, és tehát megnézte ezt az egész procedúrát, és megtanította, hogy megmutatták neki, hogy ez hogy működik, igen. Ez egy nagyon bonyolult folyamat, ezt jól láttuk? Yes. <laughs> 你都会睇到喺个电影入边咧，其实系你会见到一啲 火光，即系大家睇完就会知道系一个会辣亲嘅，即系会如果你初学嘅时候，你系会俾嗰啲火啊，嗰啲会整上，所以系有啲危险，系好难。ugye elég nehéz ez a szakma, és ugye a tűzzel történnek az előkészületek is, hogy elég veszélyes is ez a dolog, úgyhogy ezt így. Ezt ugye láthattuk is a filmben, nagyjából, hogy hogyan készül. Ugye nálunk nincs ekkora hagyománya ennek itt Magyarországon, de valóban, hogyha ugye Hongkongra gondolunk, akkor ezek a képek, amik itt megelevenedtek a filmben, ez úgy nagyon tipikus, de ugye az is elhangzik, hogy most már ezeket elkezdték lebontani, mert hogy egy új törvény betiltotta ezeket, ez valóban így van?霓虹燈係一個非常之signature，係香港嘅一個可以講係一個文化嚟嘅啦。即係當我細個嘅時候，最深刻嘅就係你夜媽媽行喺條街度，你都會見到好多好似彩虹咁靚嘅一啲燈。但係因為而家係因為依個環境。 大家即係越拆越多啦，即係政府都開始，因為覺得危險啊，其實而家已經係越嚟越少，所以喺電影入邊咧，有好多係喺電影拍之前已經係去影咗嘅一啲環境嘅素材，甚至乎係拍完已經拆咗，所以我哋係同時間去競賽，係咁去拍一啲而家仲有嘅一啲霓虹燈，去到後期你要見到一啲比較。 當然都有啲CG啦，即係有啲CG去加咁樣咯，所以係盡量去，我諗導演係想盡量去捕捉更加多呢一個咁靚嘅光景去 keep 起佢喺個電影入邊去呈現俾觀眾。Tehát ugye ez tényleg Hongkongnak egy a fő jellegzetessége, ő is amikor gyerek volt, ugye Hongkongban nőtt fel, és mindig is úgy tekintett ezekre a fényekre esténként, mint hogyha szivárványokat látna úgy az égen, és nagyon sok jelenet a filmben ugye le lett
voltam sútolva, és a film végére már nagyon sok világítás le is lett bontva, szóval, hogy ezeket még időben el tudták kapni, de voltak részek, amiket CGI-jal helyettesítettek, raktak bele, és én, szóval, hogy már most is a veszély az a fő ok, amiért elkezdték leszedni, de a rendező próbálta meg, tehát hogy emlékezni próbált erre a látványra, és szerette volna ezt átadni a közösségnek is, hogy régebben hogy nézett ki Hongkong. Hát akkor ez a téma tényleg filmért kiáltott, pláne így, hogyha bekövetkezett ez a sajnálatos dolog, hogy ezeket elkezdik lebontani. A forgatásról mesélj nekünk még egy kicsit, hogy ugye nagyon jól működtetek együtt így a filmben az édesanyát alakító színésznővel. Milyen volt a hangulat, milyen volt a kapcsolatotok a forgatáson, vagy emlékszel vissza, milyen emlékezetes pillanatai voltak a forgatásnak?因為喺戲入邊，我飾演嘅角色係張藝嘉嘅女女。其實張藝嘉喺我哋亞洲係一個非常之famous、一個非常之有經驗嘅一個前輩嚟嘅，所以當我知道係演譯佢嘅女女嘅時候，我嘅心情都係超級興奮啦。同埋因為佢本身其實都係一個導演嚟嘅，所以同佢傾偈啊，各方面都學到好多嘢。 因為呢個故事係關於一個香港嘅故事，所以我覺得都好開心可以喺呢一個一份子去一齊去作為一個香港演員，去一齊去講一個咁meaningful嘅香港故事。 Ugye az anyukát játszó színésznő egy elég híres színész, nem csak Hongkongban, de Ázsiában is, ezért nagyon-nagyon megörült, amikor megtudta, hogy az ő lányát kell játszani ebben a filmben. És igazából ugye a színésznő ugyanakkor rendező is, szóval olyan témában is elég sokat tudott tőle tanulni, és nagyon örült, hogy egy hongkongi színésznővel, rendezővel egy hongkongi filmben tudott játszani, ami Hongkongról szól. És hát annak ellenére, hogy nagyon fiatal vagy, 29 éves vagy, de utána néztem is, hogy elég sok filmben játszottál már, sőt, mi több, hogyha jól tudom, akkor már díjat is kaptál, a Hongkongi Filmkritikusok Szövetségétől a legjobb színésznőnek választottak, meg jelölésed is volt. Szóval, hogy most a karriered, te hogy látod, hogy éppen merre halad, mennyi filmben játszottál már, most éppen mind dolgozol?其實我覺得我冇有一個答案係，我想即係點樣打算或者點樣打。我覺得因為喺呢一個時間，我作為一個香港嘅女演員，我覺得我都有責任去講當下呢一個香港嘅故事。即係當然，我哋睇翻以前香港八九十年代好黃金嘅時候，啲好 famous 嘅。 Tony Leung、Maggie Cheung，即係佢哋係好出色，咁當然自己都會想係佢，即係我嘅 idol， 即係好想係咁樣。但係我覺得最重要嘅係我作為而家嘅香港嘅年輕演員，我可以點樣一齊去幫助而家嘅香港電影一齊講好屬於香港而家嘅故事。 Igazából nagyon büszke arra, hogy hongkongi színész lehet, főleg mint nő tudja képviselni hongkongi színészeket, és hogy ő igazából mindig is felnézett, főleg a 80-as években eléggé híres film színészeire, és hogy ő is szeretne egy nap olyanná válni, olyan híres és olyan
jó hírűvé, mint ők, és szeretne igazából Hongkongba minél több olyan filmet készíteni, ami elér egy nagyobb közönség felé, és Hongkongot promotálja igazából. Hongkongban ez a filmhez mit szóltak? Mik voltak a visszhangok?這個故事都有引起很多人對於其實我覺得霓虹燈是一個比喻來的就是對於香港的過去和現在所以我覺得都引起多了很多人對於香港的感情。 Igazából ő úgy érzi, hogy ez a film kicsit olyan, mint egy metafora, így a hongkongi múltat, meg a jövőt próbálja elképzelni, és hogy a hongkongiak számára ez nagyon, tehát nagyon jól esett, hogy egy ilyen filmet tudtak megnézni, ahol vissza tudnak emlékezni a múltra, és a jövőbe is bele tudnak nézni. Bocsánat, 我哋舊嘅社會，我哋係好get close嘅，即係我哋未有mobile phone咁樣，但係而家有好多嘢都已經慢慢逝去啦。可能我哋，我覺得呢套電影係提醒翻大家對於昔日嘅嗰種對香港嘅感情。 Meg igazából ez így reprezentálhatja az emberekkel való kapcsolatunkat is, hogy ami a múltban volt, azt értékeljük, és hogy ez a hongkongiaknak egy olyan életérzést adott vissza, amit már rég nem tapasztaltak. Esetleg valakinek van-e kérdése, most így kitekintek a nézőkre, mert akkor nem szeretném senkibe belefolytani. Akkor nekem még lenne. arra lennék nagyon kíváncsi, hogy hogy hányan látták ezt a filmet a Hongkongban, és hogy ott mennyire van hagyománya a mozizásnak, tehát a hongkongiak multiplexbe szeretnek mondjuk járni, mozit nézni, vagy inkább televízióznak. Ugye mi ezt nem tudjuk, nem ismerjük ezt a kultúrát. Sylvia Zhang，張藝嘉小姐，佢喺攞金馬獎嘅時候，佢講，佢攞咗透過呢套戲，佢攞咗最佢攞獎嘅時候，佢係講咗一句希望大家係繼續唔好喺個小銀幕嗰度睇，而係要喺大銀幕嗰度睇電影。正如呢個逝去嘅霓虹燈一樣，已經係冇咗㗎啦。咁所以我覺得呢一個感受係好深刻㗎咯，即係大家都要繼續去入電影院去感受電影。 Nem tudja pontosan, hogy volt a box office, meg mennyit jegyet tudtak eladni a filmre, de úgy gondolja, hogy ez egy világszerte egy probléma, hogy egyre több olyan platform van, mint a Netflix, ahol az emberek filmet tudnak nézni, és egyre kevesebben járnak ugye már moziba vagy színházba. Viszont ő személyesen még mindig nagyon élvezi a színház, a mozizásnak az élményét is, hogy ahogy a főszereplő nő is mondta, amikor átvette az egyik díjat erre a filmre, hogy ugyanúgy, mint a filmben is mondja, hogy ne felejtsük el ezeket az értékes dolgokat, és hogy mindenképp próbáljunk minél többet moziba járni, és úgy támogatni a filmeket, ahogy eddig is tettük. Így legyen, ez nagyon szép végszó volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. And have fun in Miskolc and at Cinema Fest. Thank you. Thank you for coming.